applikáció már okostelefonon is foglalható időpont városházi ügyintézésre. Jubileum 100 éves a kórház központi laboratóriuma. Ősbemutató a 9-től 5-ig című Broadway musicalt mutatják be a színházban. Híradó a Nyíregyházi televízióban, jó estét kívánok! Ingyenes mobil appot hozott a Mikulás a polgármesteri hivatal ügyfeleinek, mely segítségével időpontot foglalhatnak ügyintézésre, ezzel lerövidülhet a hivatali várakozás. Az új időpont foglaló rendszer nem csak okostelefonon, hanem internetes felületen is elérhető. A közelmúltban fokozatosan újultak meg Nyíregyháza polgármesteri hivatalának épületrészei, a felújítással párhuzamosan hívószámos rendszerrel felszerelt ügyfélvárót is kialakítottak. Ez a szolgáltatás többek között az adó, a szociális és köznevelési osztály, az építésügyi és már az igazgatási osztály ablakainál, ügyfélszolgálatainál is elérhető. A fejlesztés következő lépéseként egy egységes időpontfoglalási rendszert vezettek be, amely lehetővé teszi az előzetes időpont foglalást interneten, a Városháza honlapján keresztül és mobil applikáción is. Utóbbit a Mikulás hozta meg az ügyfeleknek, hiszen az december 6-ától tölthető le az applikációs áruházakból. Dr. Grósz Péter, az igazgatási osztályvezetője reméli, hogy az ügyfelek a rendszer használatával könnyebben és gyorsabban beilleszthetik napi teendőik közé a hivatali ügyintézést. A polgármesteri hivatal, illetve az önkormányzat 2019. december 6-a napjától indította el az időpontfoglalási rendszerét, aminek az a lényege, hogy az ügyfeleink időpontot tudnak foglalni az ügyfélfogadásainkra. Tehát ezzel megszűnik az, hogy várakozniuk kellene az ügyfélfogadó terekbe, előre le tudják foglalni az időpontot, ki tudják választani, hogy milyen ügyben szándékoznak jönni a hivatalba, és az időpont előtt pár perccel megérkezve a hivatalba nem kell várakozniuk, hanem rögtön sorra kerülnek, amikor az időpontjuk érvényessé válik. Az osztályvezető hozzátette, a sikeres foglalásról a rendszer egy visszaigazolást is küld, az időpontot pedig le is lehet mondani. A mobil applikáció regisztrációhoz kötött, szükséges hozzá közösségi azonosító vagy e-mail cím megadása, az ügyfeleknek továbbra is van lehetőségük időpontfoglalás nélkül ügyeket intézni a Városházán, ekkora még le nem foglalt időpontokra ad sorszámot az ügyféltérben található automata. Városunk szépkorú polgárát, a 90 éves dr. Bánszky István Kálmánt köszöntötték születésnapja alkalmából. A jubileumi köszöntésre Nyíregyháza megyei jogú város polgármestere dr. Kovács Ferenc és Kisné Orosz Anita, a szociális és köznevelési osztály munkatársa érkezett. Ők Magyarország kormánya és Nyíregyháza megyei jogú város önkormányzatának emléklapját is átadták az ünnepeltnek. 100. születésnapját ünnepli idén a József András Oktató Kórház központi laboratóriuma. A jeles alkalomból tudományos konferenciát rendeztek, melyen felidézték a labor múltját, a fejlesztéseket, illetve szakmai témákban tartottak előadásokat. Az idén 120 éves József András Oktató Kórház jubileumi ülést tartott a 100 éves központi laboratóriuma tiszteletére, amely az ország legrégebbi és egyben a legnagyobb laboratóriuma. A csütörtök délutáni konferencián dr. Reisner Éva elmondta, hogy náluk 860 ezer beteg fordul meg éves szinten. Egy betegnek 10-15 vizsgálatot is előír az orvosa, tehát több mint 10 millió esettel dolgoznak éves szinten. A kórház szakmavezető főorvosa kiemelte, nagy fejlesztések valósultak meg az elmúlt időszakban. Egyik ilyen nagy beruházás a pneumatikus csőrendszer beüzemelése volt, melynek segítségével nem emberek viszik a vért, hanem csőrendszeren érkezik a minta percek alatt az osztályról a vizsgálati helyre. Igen, nagy változások történtek 2 évvel ezelőtt, 2017-es tender kapcsán a laboratóriumban. Tudni kell, hogy ugye ez nem egyetlen egy laboratóriumot jelent, hanem 5 vagy 6 városban van analitikai, illetve vérvevő helye a laboratóriumnak, és a valamennyi laboratórium a legmodernebb analitikai automatákat kapta meg. Az ünnepségen a diagnosztikai algoritmusokról, referenciatartományról vagy a konzulens képzésről szóltak szakmai előadások.
A kórház főigazgatója utalt a több kórház projektre, melyből jelentős összeget fordítottak a központi laboratórium új automatikájára, mely alapja a jövő fejlesztésének is. Azt gondolom, hogy egy laboratórium egy intézmény kórház életébe nagyon fontos és nagyon lényeges. Sokszor nem látható ez a munka, de hihetetlen fontos, hisz a gyógyításhoz szükséges eredményeket azt a laborból kapjuk meg. Tehát nagyon nagyban segít mind a diagnózis, mind a terápia felállításába. A Szabolcs-Szentmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktató kórház minden telephelye számára elérhető a jubiláló laboratórium, hiszen mind eszközparkjával, mind szakember gátájával szolgálja az integrált intézmény valamennyi egységét. Újabb kiállítást nyitottak a József András Múzeumban. December 5-től látogatható a Sziklától a Kőbaltáig, az Erdőtől a Sivatagig című tárlat, amelynek témája az egyik legfontosabb mai globális probléma, az ember okozta klímaváltozás. A kiállítás ökológiai szemlélettel mutatja be a látogatóknak azt a pillanatot, amikor hosszú története során az ember először befolyásolja jelentősen a környezetét, elindítva ezzel azt a hosszú folyamatot, mely napjainkban már az ember fennmaradását is veszélyezteti. A tárlat március 8-áig látogatható. Friss, finom, ingyenes lapcsánkkal várja csütörtök délutánonként a forgatagban sétálókat. Tegnap kezdődött az idei adventi lapcsánkázás, az első tócsnikat Ágoston Ildikó önkormányzati képviselő kínálta a nyíregyháziaknak. A lapcsánkákat idén is Szoboszlai Gyula mesterszakács, a Nyírségi Ízkirályok Egyesületének elnöke készítette. A tócsnikat a város alapítók szobránál, a Médön Nyíregyháza faházánál osztották, ahol minden nap más és más nyíregyházi helyi termelő, bio és nem bio gazdaság, kézműves, hagyományos helyi termékkészítő, valamint szolgáltató várja a városlakókat, érdeklődőket. Szintén a város alapítók szobránál mutatkozik be az Arany Kapu Népművészeti Egyesület, 25 népi iparművész egymást folyamatosan váltva mesterségét bemutató karácsonyi vásárt tart. Virtuális térben zajló vetélkedőn értek el sikert a Nyíregyházi Egyetem hallgatói. A mezőgazdasági mérnöki képzésen tanuló hallgató két csapata jutott be a 2019-es AgroVirtus Akadémiára, valamint az azt követő elődöntőbe, melyet november 18-a és 20-a között rendeztek meg. Az AgroVirtus Akadémia egy virtuális térben zajló vetélkedő, ahol egy megadott, létező gazdaság területén kell megtervezni és végrehajtani mezőgazdasági termelési folyamatokat. A jelentkezést követően 4 online fordulóban 8 feladatot kellett teljesíteniük a csapatoknak. A selejtező feladatai között szerepelt vetésforgó összeállítása, talajművelési rendszer tervezése, fajta választás, vetés, valamint betakarítás tervezése és szervezése. Az előselejtezőben induló 95 csapat közül az online fordulókban nyújtott teljesítményük alapján a legjobb 12 csapat jutott be az AgroVirtus Akadémiára és vett részt az elődöntőben. A Nyíregyházi Egyetem mindkét induló csapata bejutott az elődöntőbe, végül az egyik nyíregyházi csapat a döntőbe is bekerült, sőt külön díjas lett. A fiatalok szakmai sikerét a Nyíregyházi Egyetem is elismerte. Mikulás zsákocskákban engedik haza az újszülötteket. A József András Oktató Kórház szülészetén közel 50 kis csöpség született a napokban, vagy érkezik a Mikulással egy időben. Dr. Szabó Tünde, sportért felelős államtitkár, Nyíregyháza országgyűlési képviselője kedveskedett a kicsiknek és családjuknak. Felajánlásának köszönhetően kis zsákocskákba és Mikulás sapkába öltöztethették a nővérek a csecsemőket. Rendőrök és a rendőrség Mikulása is meglepte ma reggel a nyíregyházi gyerekeket, többek között a Kródi Gyula utcánál, ahol iskolásoknak, óvodásoknak és bölcsődéseknek is osztottak szaloncukrot. Magyarországi ősbemutató helyszíne lesz szombat este a Móricz Zsigmond Színház. Mindjárt jövünk a részletekkel, előtte még nézzük a nap további híreit. Baleset történt péntek délelőtt a Vasgyár utcán, egy busz megállóban várakozó autóbusznak ütközött egy autó, a balesetben senki nem sérült meg. Baleset történt péntek dél körül a Kálói úti körforgalomnál, egy betonkeverő járműnek ütközött egy személygépkocsi, jelentős kár keletkezett, rendőrök intézkedtek.
Megszűnt a forgalomkorlátozás a Hímes utcán, befejeződtek az aszfaltozási munkálatok. Magyarországi ősbemutató helyszíne lesz szombat este a Móricz Zsigmond Színház nagy színpada, a 9-től 5-ig Szente Vajk legújabb rendezése, egy Broadway musical, mely idén debütált Londonban. A sok szereplős tánckaros zenés előadás főbb szerepeiben Horváth Margit, Puskás Tivadar, Gubik Petra és Friedrich Noémi látható. A jó öreg Róz, Mr. Hát szeme, füle, orra és torka. A női mostokon támad a kedet vegykát fogja. Erről miért az alkotó A musical az azonos című 1980-as film nyomán készült, melyben Jane Fonda és Dolly Parton is játszott. Az utóbbi a 8-szoros Grammy-díjas amerikai dalszerző és énekesnő írta a dalokat. Patricia Resnick szövegével dolgoztak a hazai előadás alkotói. A 9-től 5-ig egy nagy himnusz a nőkről nyilatkozta az olvasó próbán a rendező. Mint tudjuk, nincs igazi egyenjogúság a férfiak és nők között, az előadás arról szól, hogyan birkóznak meg a nők ezzel a helyzettel, illetve hogyan élnek vissza a hatalommal a férfiak. Természetesen ahhoz, hogy a nők rosszul érezzék munkat, kell egy férfi. Egy olyan férfi, amit én játszom. Egy gátlástalan, van is egy ilyen szövege, hogy hazug, képmutató, szexista szemétláda. És egocentrikus. És egocentrikus, igen. Egy ilyen főnökkel, aki aztán, hát női alkalmazottjai vannak, mert jobban szereti a nőket, úgyhogy, de meg is alázza őket, és tönkre is teszi őket, és hát a kisemberekről szól, hogy hogy lehet visszajönni a kisemberek életével bizonyos hatalmi helyzetekben. Kezdtem lesz a hangszer. A 70-es évek Amerikájában egy nagy vállalatnál fellázadnak a női alkalmazottak az imént bemutatott főnök ellen. Több nőtípus is szerepel az előadásban, köztük a titkárnő, csupa rózsaszín és szőke, habos-babos karakter. Mondhatnám, hogy az én világom. Lényegében igen, tehát ez a szereplő egy külcsény fontosnak, tehát ez nem jellemző rám, de ebben nem vagyunk azonosak, de az életvidámsága, meg az élet szemlélete az igen. Egy nagyon kedves kis szöszi, nagymellű, kitett kislány, aki csak próbál életben maradni ebbe a világba, amit a darab szerint a férfiak uralnak és irányítanak, és ki is használják, és az én szerepem testesíti meg azt a nőszemét, akit akár a szemükkel, akár a kezeikkel, akár mással, szóval hogy bepróbálkoznak a férfiak. Dorali alakja megváltozik aztán az események nyomán, de csak annyiban, amennyiben a környezetében élők megismerik és átformálják a róla alkotott képet. Ez nem egy több évtizedes amerikai történet, ma is ismerősek a helyzetek és a jellemek. Ez egy évezredes történet, több évezredes történet, ez mindig így volt, és az a gyanom, hogy mindig is így lesz. Én híve vagyok a szép nőknek és az udvarlásnak, és annak, hogy tiszteletben kell tartani a hölgyeket, és a tenyerünkön kell hordozni, kényeztetni kell őket. Nem mindenki szereti ezt, de én még mindig az a fajta férfi vagyok, aki ezt jobban szereti. A 9 to 5 szívmelengető történet barátságról és elégtételről. Három asszony szövetsége, hogy nőhöz méltó, érzelmekben gazdag életet élhessenek, mint a mesében. Én pedig nőszre, de ettől olyan szállamas. Frank! Igaza van, tényleg újra kell polírozni a plafont. Évzáró ünnepséget tartott a Nyíregyházi Sportcentrum, több mint 1200 gyerek töltötte meg a Continental Arena küzdőterét, az eseményen értékelték az esztendőt, és sztárvendégek is felléptek. Ha nem is az égből, de a Continental Arena tetejéről érkezett a Mikulás a Nyíregyházi Sportcentrum fiatal versenyzőinek hatalmas örömére. Hagyomány már, hogy minden évben egy évzáróval búcsúztatják a sportklubnál az esztendőt, volt mit ünnepelni, hiszen a sportcentrum létrehozásakor az volt a cél, hogy minél jobb körülmények között minél több gyerek sportolhasson. Ebből aztán az élcsapatok is profitálhatnak.
Ez mindenképpen motiváló, hogy a Fátummal egy komoly nemzetközi meccsen játszhatnak. Talán 4 nyíregyházi van a keretben, az nagyon soknak számít. És hát az is, hogy a kosarasoknál kvázi látszik, hogy a följutásra esélyesek. Ők az atléták azért sorban nyerik, vagy dobogon végeznek a magyar bajnokságon, jutnak ki világversenyekre. Ez ott 14-15 évesen biztos, hogy motiváló, hogy van kire oda nézni. Ahogy szokták mondani, van kire fölnézni. Nem, nincs más út egyébként, tehát Nyíregyháza arra soha nem lesz képes a sportban sem, hogy idehozzunk világsztárokat, és ők majd nekünk szállítják az eredményeket. Mi a saját értékeinkből és a saját munkákból tudunk eredményesek lenni, és úgy tűnik, hogy tudunk eredményesek lenni. Az évzárón dr. Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere is értékelte az esztendőt, és természetesen szóba kerültek a sportot érintő fejlesztések is. Kőhalmi Rihárd, a sportcentrum ügyvezetője szerint sokat segítenek az elmúlt időszakban felújított tornatermek és az új létesítmények. Épült egy nagyon szép jégpálya, vége fele jár az úszoda beruházás, és hát várjuk az atlétikai centrumnak is az előre mutató építkezését. Ez az este nem a díjazásról szólt, sokkal inkább a szórakozásról. Légtornász bemutató, táncos produkciók, valamint Rico és Miss Mood koncertje is szórakoztatta a gyerekeket. Senki nem távozott üres kézzel, mindenki kapott ajándékot. Híradónk végén nézzük fő híreinket még egyszer, néhány mondatban. Ingyenes mobil appot hozott a Mikulás a polgármesteri hivatal ügyfeleinek, mely segítségével időpontot foglalhatnak ügyintézésre. Ezzel lerövidülhet a hivatali várakozás. Az új időpont foglaló rendszer nem csak okos telefonon, hanem internetes felületen is elérhető. 100. születésnapját ünnepli idén a Józsa András Oktató Kórház központi laboratóriuma. A jeles alkalomból tudományos konferenciát rendeztek, melyen felidézték a labor múltját és szakmai témákban tartottak előadásokat. Magyarországi ősbemutató helyszíne lesz szombat este a Móricz Zsigmond Színház nagyszínpada. A 9-től 5-ig Szente Vajk legújabb rendezése egy Broadway musical, mely idén debütált Londonban. A Nyíregyházi televízió híradóját látták. Szombaton heti hírösszefoglalóval, hétfőn pedig már a legfrissebb hírekkel várjuk majd Önöket. Töltsék kellemesen a hétvégét, viszontlátásra!